A sereghajtó szegedi U20-as csapathoz utaztak a nyíregyháziak, így minden esély megvolt arra, hogy folytassa a győzelmi sorozatát Bécsi János együttese. Jól is kezdett a vendégcsapat, de a fiatal hazaiak fordítani tudtak, így 15-13-as kiszaparti vezetésnél vonultak pihenőre a játékosok. A szünetben bécsi mester eligazította a tanítványait, akik a második játékrészben már az elvártak szerint teljesítettek, aminek meg is lett az eredménye, az NKC 4-gólos győzelemmel érvényesítette a papírformát. Nehéz volt, annál is inkább, mert tudtuk azt, hogy a fiatalok lelkesek, dinamikusak, gyorsak, és hazai környezetben mindent feltesznek egy lapra. Én úgy gondolom, hogy az első fél időben mi jól kezdtük meg a mérkőzést, és vezettünk 4 góllal, majd elhittük, hogy már megnyertük a mérkőzést, de ezek a fiatalok tartottak egy tempót, és ők nem változtattak benne, mi belehibáztunk, és szépen feljöttek, és meg is fordították az eredményt. Fél idő közepére pedig 2 gólos előnnyel mentünk az öltözőbe, ami egyáltalán nem tetszett nekem, mert nem azt játszottuk, amit megbeszéltünk. A második fél idő egy picit helyre tettük a dolgokat, védekezésben egy kicsit agresszívabbakra váltunk, támadásban gyorsabbak lettünk, és ezáltal azt mondom, hogy végig is a végjátékot újfent hoztuk, és magabiztos lett a győzelem. Az NB1B keleti csoportjának élén a 26 pontos Balmazújváros áll, megelőzve a szintén 26 pontos Békést. A harmadik Mezőkövesdnek és a negyedik Nyíregyházának egyaránt 25 pontja van. Az NKC a következő fordulóban a Balmazújvárost fogadja. Szeretnénk folytatni ezt a sorozatot, tehát győzelmi szándékaink vannak. Vezetik a tabellát, egy pontra vagyunk egymástól, tehát az első és a negyedik hely közt ennyi a különbség, nagyon szoros az élmezőny. De úgy gondolom, hogy a mostani széria talán nekünk kedvez, mert egy jó formában vagyunk, kezdünk egy jó játékot játszani, és bízok benne, hogy a szombati mérkőzésen nekünk lesz meg a hazai pálya előny, és ezt ki is fogjuk tudni használni. A nyíregyházi KC Balmazújváros mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Continental Arénában.